kezemben látható tárgy egy szegecses, kovácsolt technikával készült kutyanyakörv. Megyénkben a kunok elsősorban nagy állattartással foglalkoztak, míg a jászokról tudjuk, hogy főként szántóföldi és egyéb növénytermesztéssel gazdálkodtak. Ugye a kunokról tudni kell, hogy a megyénk határán, a Nagyivánnál kezdődik a Hortobágy, és a Hortobágy pusztára terelték ki az állataikat. Ez a tárgy azért is különleges, mert amikor gyerekkori olvasmány élményeinkből a Toldit, Arany János Toldiát lapozgatjuk, akkor találkozunk ugye azzal a jelenettel, amikor Toldi Miklós a farkasokkal vív. Ezek a lápi farkasoknak a pusztítására, mivel óriási károkat okoztak, a jobbágyok ki voltak rendelve. Tehát részt kellett venniük a hitkításukban, vagy teljes elpusztításukban, amit tudjuk, hogy sikerült is. Na, nemrégiben kezdték el visszatelepíteni ezt a aranysakált a biológusok és a földrajzosok. A lényeg az, hogy ugye nem véletlen az, hogy ezek az őrzővédő kutyafajtáink fehér színűek, tehát gondoljunk a komondorra vagy a kuvaszra, úgy vannak kitenyésztve, hogy éjszaka, amikor farkastámadás éri az állatállományt, akkor a pásztor tudja, hogy melyik az, akinek segíteni kell, tehát melyik az én kutyám, nyilván éjszaka is világít a fehér színű komondor, és ez a nyakör van rátéve azért, hogy amikor a farkas, ugye, ahogy a kutyáknál is jellemző, hogy a torkát támadja a másiknak, amikor beleakaszkodik, akkor átszúrja a szájpadlását, és ugye fönnakad a komondoron. Tehát ugye őrzővédő kutyákra volt szükség, terelő jószágokról nem is lehetett szó a félrideg vagy rideg tartáskor, amikor az állatállomány vagy fél évre, vagy egész évre kint volt a pusztában. Természetesen ez akkor azért is mondják tőke marhának, mert akkor az volt a tőke. Úgy is szoktam mondani, hogy ahogy ma egy bankszámla, amikor kamatozik, ugye, akkor nyerünk vele. Itt pedig ugyanez volt a tőke marhánál, hogy amikor szaporodott az állatállomány, akkor gazdagodott a tulajdonos. Tehát ez az eszköz segítette a pásztort abban, hogy a kutyáját a farkasok ne minél előbb pusztítsák, hanem ugye fennakadjanak rajta.